Klasszikus kortárs darabokkal indul útjára a Pannonvár Színház hagyományos nyári előadás sorozata. Idén a Balatonpart egyik ékköve az Alsóőrsi Strandszínház, az Ajkai Élményfürdő, a Veszprémi Várbörtön udvara és a Balatonfüredi Hotel Marina ad otthont az előadásoknak. Maga a Pannonvár Színházzal egy rendkívül tartalmas, kitűnő együttműködésről beszélhetünk, ami sok éve tart, és hagyomány nálunk, hogy színvonalas előadásokkal lepik meg a helyieket és a vendégeinket, ami valóban nagyon fontos itt a főszezonban, hogy minél tartalmasabb programmal készüljünk, és a Strandszínház, ami egy nagyon különleges esemény, az idén is megvalósul itt nálunk ezen a népszerű fürdőhelyen. Családoknak, gyermekeknek hétvégente 5 előadással készülnek a Várszínház munkatársai. A programban a képzett riport egy amerikai popfesztiválról, a Dzsungelkönyve, illetve egy darabot a Szívemből címmel Máté Péterre emlékező musicaleket láthatják az Igényes Zenész Színház szerelmesei. Az első családi estén július 21-én Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián zenés játéka a Pál utcai fiúk kerül színre. Ez egy nagyon nagy siker, a Víg Színház mutatta be méltán nagy sikerrel, és utána a második alkalommal mi kaptuk meg a jogot, hogy játsszuk. És hát most már az 50. előadásnál vagyunk rövid egy éven belül, és még nagyon-nagyon sok helyre hívják. Ennek talán az egyik oka, hogy örökérvényű dolgokról szól, csapatszellemről, férfiasságról, kitartásról, hazaszeretetről, a fairküzdelem, férfiak közötti fairküzdelem erejéről. A musicalek mellett mesevarás címmel folytatódnak a Strandszínház családi programjai, amelyben interaktív közös színpadi játék várja a színház kedvelő gyermekeket és szüleiket.